Ma még munkagép dolgozik a területen, de hamarosan egy raktárcsarnok jelzi, hogy újabb fejlesztésen esett át ez a bonyhádi nyilázarakat gyártó és építőanyagokkal kereskedő cég. Az ünnepségen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról szólt, az elmúlt esztendők eredményeként Bonyhád Tolna megye legdinamikusabban fejlődő területe volt. Csak gazdaságélénkítés célzó pályázati alapból 9 milliárd forint érkezett a térségbe. Természetesen a családtámogatási rendszernek, a rezsicsökkentésnek és minden kormányzati intézkedésnek az az alapja, hogy Magyarország gazdaságilag egyre jobban teljesít. A most induló beruházás összértéke 270 millió forint, melyből 190 milliót a magyar állam biztosít a pályázat útján. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt emelte ki, sok szó esik az önkormányzat által nyert pályázatokról, pedig a vállalkozások is jelentős sikerrel indulnak ezeken a forrásteremtő lehetőségeken, és az így nyert pénzek hozzájárulnak Bonyhád fejlődéséhez. A statisztika azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban Bonyhád ezen a területen is sikeres volt, hiszen az itt működő vállalkozások az elmúlt években megközelítőleg 2 milliárd forint pályázati forrást tudtak a városba hozni, és ezáltal élénkíteni az itt működő gazdaságot. Ami további munkahelyek létrejöttét jelenti, tette hozzá Bonyhád polgármestere. A beruházás tulajdonosa Schneider Péter kiemelte, csak innovációval lehet versenyképesnek maradni, ezért döntenek a folyamatos fejlesztések mellett. Ezzel a csarnok beruházással, ezzel körülbelül most egy olyan 5 fővel fogunk bővülni rövid távon, aztán meglátjuk, hogy középtávon ez hogy fog alakulni, lehet, hogy még a telephelyet is kinőjük. A raktározási célra a megépülő csarnok a fejlesztés közbenső lépése, melyet várhatóan továbbiak követnek, tovább erősítve a cég és ezzel Bonyhád és környéke gazdasági erejét.